Zalaegerszegen az 1930-as években csekély számú református élt. Ők kezdeményezték a templom építését, és hogy az építéshez szükséges anyagi alapokat megteremtsék, 2000 levelezőlapot küldtek szét a felépítendő templom ábrázolásával. A két világháború közötti magyar építészet egyik legtermékenyebb építésze, Szeghalmi Bálint tervei alapján 1937-ben készültek el a tervek, a templomot 1942-ben avatták fel. A nagyváradi születésű építész Kós Károllyal való kapcsolata meghatározó volt a magyaros szecessziós épület tervezésekor. Néhány évvel ezelőtt a zalaegerszegi református közösség megkeresett azzal a nemes feladattal, hogy rájuk mosolygott a szerencse és pályázati forráshoz jutottak a kissé megöregedett tetőhéjazatoknak a cseréjéhez, és kapcsolatban álltak egy lelkes, ügyes átcsapattal is, akik már többször bizonyítottak a egyéb épületeiken. Lennék-e szíves kiszámolni nekik a cserepeknek a mennyiségét, mert akkor el is indítanák ezt a folyamatot azon nyomban. Ha jól emlékszem, akkor néhány napon belül már az autódarúval ereszkedtünk fel ugyanezzel az átcsapattal cserepet számolni, illetve a faanyag védőszak embereket és a statikus kollégákat is bevonva gyakorlatilag készítettünk egy teljes digitalizálását a templomnak a felszerkezetének, és sajnálatos módon megállapítást nyert, hogy a cserepek és a bádogoknak az elmozdulása miatt károsodás sok tapasztalhatóak, amit ha nem javítunk ki, akkor a következő 80 évében lehet, hogy a templomnak a belterében is tovább fog menni ez a károsodás. Úgyhogy egy kicsit komplexebb mérnöki feladat elé álltunk mi is, illetve nyilván a kivitelezésnek az előkészítése is ilyen szempontból már bonyolultabbá vált. Gyakorlatilag el is húzódott egy két évig, amire a 80 éves évfordulójára ennek a templomnak sikerült átadni az épületet. Még visszaemlékezni is nehéz, hogy hányfajta tervváltozat és hányfajta látványterv kell ahhoz, hogy valóban minden szereplő meggyőződjön arra, hogy az, amit az építész lát egy felújításba, illetve az, amit 80 évvel ezelőtt láthatott egy építész az ő szabad kézi rajzaiba, gyönyörű eredeti Szeghalmi Bálint tervek kerültek elő. Szerencsére ez nagy segítségünkre volt, de hát a korszellemnek megfelelően felirat nélküli tervrajzok voltak, néhány kotta magassággal, a korszellemnek megfelelő palléroknak készültek azok a rajzok, akik tulajdonképpen tovább gondolva és kidolgozva a részleteket tudtak gyönyörű templomokat építeni. Úgyhogy nagy társadalmasítás következett, hogy ki mit lát bele azokba a rajzokba, és hogyan is legyen időtálló ez az épület. Én remélem, hogy nem okoztunk csalódást őseinknek sem. Zalaegerszegen a két háború között viszonylag szerény számú volt a református közösség, viszont Fekete Károly lelkész addig-addig járta az országot és a megfelelő adakozókat, hogy el tudta indítani ennek a templomnak az építését. Úgy tudom, hogy már az elkészülte után nem ő volt a ház lelkésze, tehát valószínű, hogy nem érhette meg a saját szemével az épületnek a fénykorát, viszont nagyon örömteli számomra, hogy a fia Fekete György is, és a testvére, ifjabb Fekete Károly is meg tudtak jelenni a felújítás
után egy emléktábla is kihelyezésre került arra a paplakra, amiben ők nevelkedtek annó, és a zalaegerszegiek talán még zalaegerszegibbnek érzik ezzel a felújítással ezt a amúgy tipikusan székelyes házikót a belváros közepén. Fülöp Tibor és Zsuppányi Gyula munkája a zalaegerszegi református templom a tradíció és innováció tető az építészetben pályázaton műemlék épületek felújítása megosztott harmadik díjat nyert. Fülöp Tibor a díjat a tavaly elhunyt Müller Imre faipari mérnök emlékének ajánlotta, a pénzjutalmat a Szent György Völgyi Római Katolikus Templom felújítására ajánlotta fel.